Milyen jó lenne konfliktus nélkül élni a mindennapokban, a hétköznapokban, milyen jó lenne, ha az ember-ember között nem lenne konfliktus, és nemzetek között sem lenne, de ez egy álomvilág, a konfliktus létezik, és a konfliktusokat ismerni kell, fel kell tudni vállalni, el kell tudni kerülni, és az utóbbiről szeretnék leginkább beszélni. Rengeteg emberrel találkoztam már, és sokféle emberrel beszélgettem, sokféle embert tanítottam, ismerek egy ilyen álláspontokat és olyan álláspontokat, mindenkinek igazat lehet adni, mindenkinek van egyfajta története, ami miatt kialakult a véleménye másról, vagy akár a világról. Ezek a kialakult vélemények tudnak ütközni a hétköznapokban, és okoznak konfliktusokat az emberekben, és ezek a konfliktusok aztán mindenhova beférkőznek, az ember magánéletétől kezdve bárhova, akár a tévében nézünk valamit, hogy két nemzet harcol egymás ellen valami miatt, nem is értjük valami távoli országban, vagy akár közeliben, és ezeknek a hangulatai, akár a mi saját családi házunkban, a saját családi kandallók mellé is beférkőzik, és a tűzben ott lobog a harc tüze akár, legalábbis így érezzük akkor is, hogyha békében élünk. Az emberek háborognak és nem veszik észre, hogy mások szítják ezeket a konfliktusokat, valójában nincs ilyen. Olyan helyen is éltem, ahol rengeteg nemzet élt, nagyon sokféle emberek voltak, soha senkinek semmilyen baja nem volt egymással, holott az a két ember, akit láttam mondjuk a bárban beszélgetni, mind a kettőnek a saját nemzete valahol távol egymás ellen harcol, akár sok éve vagy sok tíz éve. Rengeteg hely van a világon, ahol háború zajlik ma is, és ha megnézzük, hogy egy munkahelyen, vagy családban, vagy a baráti körben mindig vannak konfliktusok, akkor azt lehet mondani, hogy a Föld nem egy békés hely, de lehet másképp is nézni, úgyis, hogy békés hely, mert rengeteg hely van, ahol nincsen háború. Sajnos, ahol nincsen háború, ott is megvannak a konfliktusok, csak még meg lehet tartani ezeket, hogy ne robbanjon ki, és ne küzdjünk egymás ellen. A konfliktus nagyon nehéz kérdés az ember életében, mert legszívesebben az ember elkerülni, de mindenkinek volt olyan pillanata, amikor valami miatt mérges volt, vagy igazságérzetét bántotta az, ami történt, hogy kimondottan kedve volt belemenni a konfliktusba, kimondottan szerette volna az igazát megvédeni, sőt, egy kicsit azért valljuk be, néha még élvezzük is védeni a saját igazunkat, akár igazunk van, akár nincs. Tehát igazságot az biztos, hogy nem lehet teremteni a konfliktus helyzetekben, ezért valahonnan máshonnan kell megközelíteni mindezt. Az én módszerem az, hogy elkerülni a konfliktusokat, nem menekülni előle, és ez nagyon fontos. Konfliktus lehet bármi, az egészségügyben is lehet konfliktus, az egészségedben. Konfliktusba kerülhet a szervezetet például a modern élelmezéssel, ami tele van természetesen méreganyagokkal, mindenféle GMO-s dolgokkal. Ebben is van konfliktus, hogy GMO-s, nem GMO-s, jó vagy rossz, senki sem tudja az igazságot, illetve aki tudja az igazságot, nyilván ő nem fogja elmondani, mert ezekből a konfliktusokból van igazából a gazdasági forgás, tehát ebből élünk, ebből tartjuk fönt azt a társadalmat, amelyben boldogak szeretnénk lenni, és a gyerekeinket fel szeretnénk nevelni. Szóval konfliktust gyártunk folyamatosan. Van olyan, hogy elmenekülünk a konfliktus elől, ez azt jelenti, hogy nem felvállaljuk a problémát és megküzdünk érte vagy ellene, hanem egyszerűen elbújunk tőle, és nem akarunk róla hallani. Nem akarunk hallani egy ideges emberről, nem akarunk hallani a szomszédnak a bajáról, nem akarunk hallani egy háborúról, nem akarunk hallani a bevándorlókról, vagy az éppen nem bevándorlókról. Tehát ezen az oldalon, meg azon az oldalon is vannak, akik elbújnak és elmenekülnek. Ettől nem lesz jobb az élet, és nem lesz jobb a világ. Sokkal jobb, ha megismered a konfliktusok okát, megismered azt, hogy mi miért történik. Kezd mondjuk saját magaddal és a saját életeddel, hogyha valakivel konfliktusba kerülsz, felteszed a kérdést, hogy,
hogy mi az oka annak, hogy ez megtörtént. És megkapod a válaszokat abban az esetben, hogyha, tehát a helyes válaszokat kapod meg abban az esetben, hogyha nem magadat rakod előtérbe, hanem mind a két félt, vagy az összes félnek az érdekeit képviseled egy személybe. Mint egyfajta pártatlan zsűri, aki nagyon messziről nézi ezt az egészet. Ebben az esetben van lehetőséged megérteni, akár saját magadat, teljesen más szemszögből, mint ahogy saját magadból nézted, illetve a másik embert egy olyan szemszögből, ami esetleg téged sért, de mégis igazat tudsz adni neki, hogy amit mond, abban ő neki éppen igaza van. Azonnal meglátod, hogy ez egy konfliktus helyzet, amelyet nem úgy lehet megoldani, hogy igazságot teszünk, és az egyik vesztes lesz, a másik győztes, hanem ki kell találni valami közös megoldás, valami harmadik dolgot, amely irányába el kell menjen mind a két fél, hogyha két emberről van szó, vagy két félről van szó. És ebben a harmadikban megtalálnak valamit, amit közösen fölépítenek, és a sajátjuk lesz. Ebben az esetben a konfliktusokat kezelik, de ehhez ismerni kell a konfliktusokat. Ha ebből bárki menekül a konfliktusok elől, menekül a problémák elől, akkor egyszerűen nem lehet megoldani ezeket az összezőrenéseket, nem lehet igazságot tenni, mert ha igazságot teszünk, előbb-utóbb, mint egy időzített bomba, elő fog jönni az eredeti probléma, még erősebben, mint ahogy volt, és akkor már kezelhetetlenné válik minden. Nem akarom teljes egészében ezt a témát kibontani, mert hatalmas nagy téma, és nagyon sok irányba el lehet menni. Nagyon sokszor beszélünk a videótárban magáról a konfliktusról, vagy arról, hogy hogyan oldjunk meg valamilyen problémát családtagnál, munkahelyen, vezetőként, beosztottként, vagy a társadalomban. A videótáron tehát akkor keresgéljetek olyan témákat, olyan kérdéseket, amelyeket megválaszolunk ebben. Érdekes kérdés volt, valaki föltette, érdekes vagy nem, meg nem tudjuk, hogy milyen szándékból, de azért megválaszolom, hogy ki magyar és ki nem. Egy kicsit azért ez a kérdés úgy nem érdekes, hogy ebben érzek valami olyan háttérinformációt, ami nem feltétlen szimpatikus, és már kötekedőnek tűnik. Ahogy a világban egy-két helyen voltam, például Kazaksztánban is, ott nagyon érdekes információkat kaptam a magyarságról, és úgy gondolom, hogy 2019-ben nem fontos az, hogy te magyar vagy sem, mert senki sem igazán magyar. Ma már azért elég sok keveredés van ahhoz, hogy ki lehessen mondani valakiről, hogy tisztán ez a nemzet sarja vagy sem. Ezzel nem kell foglalkozni, nem szabad foglalkozni. A mai világ, ha akarjuk, hanem abba az irányba megy, hogy egyfajta közös életet, közös világot élünk, és ebben kell megtalálni a saját boldogságunkat. Meg lehet tartani a nemzeti értékeket, hiszen minden nemzetnek megvan a saját genetikája, akkor is, ha már mondjuk nyomokban van benne mondjuk a magyarság, vagy akár bármelyik nemzet, hiszen ki tudja már, hogy honnan származom. De azok a genetikai értékek fellelhetőek, és egy távoli országban egyébként meg is ismerik, és azt mondják, hogy na hát te tipikusan magyar vagy, nagyon érződik rajtad az, amit más magyarokon is éreztem, és ez egyfajta jó érzéssel is elterít, mert valahova tartozónak tudhatom magamat, de nem ettől tartom magamat valahova tartozónak, hogy magyar vagyok vagy sem, hanem attól, hogy milyen barátaim vannak, milyen életet élek most, a mai napon hányan vannak, akik szeretnek, én hány embert szerethetek, mennyire tudom megoldani a problémáimat vagy más problémáit, mennyire tudok együttműködni azért, hogy a környezetünkben boldogság és béke legyen, és nem egyfajta szépségkirálynős arculatból nézve ezt az egész, hanem tényleg a szívünk vágya az, hogy jól éljünk és boldogan éljünk. Találkozunk a következő héten, a következő vlogokban. Ahogy a múltkor mondtam, és sokan kommenteltétek, és köszönöm a kommenteket, hogy keresem azt az irányt, amelyik irányban majd a vlogokat elviszem, és nekem már kialakult valamilyen érdekes kép, ami nekem mindenképpen érdekes. Nagyon sok jegyzetet készítettem efelől, de még mindig várom a kommenteket, nem csak erről, hanem bármi kérdés van, akkor tegyétek föl, igyekszem megválaszolni ezen vagy azon a fórumon. Mindenkinek szép napot, szép hetet, és a következő videóban találkozunk.